Sziasztok, már egy olyan terméket fogok bemutatni nektek, ami igazából már egy év óta a piacon van, és én ezóta használom is rendszeresen, és ez nem más, mint az AirPods az Apple-től. Én személy szerint imádom az AirPods-om, amit lassan egy éve használom, mint már mondtam, ezért is gondoltam úgy, csinálok róla egy kis videót nektek, mivel közeleg a karácsony is, így talán ez egy ajándék ötlet is lehet azoknak, akik hát egy kicsit drágább ajándékot keresnek, vagy egyszerűen több a megengedett keret. Hát igen, nem egy olcsó termékről van szó, már ha csak ezt nézzük, hogy egy fülhallgatóról van szó, azonban, ha szétnézünk egy kicsit a piacon, ez azért nem teljesen igaz, mivel hát ezért egy ilyen fülhallgató, aminek nincsen kábele, nem egy olcsó kategóriájú. Itthon az jelenlegi ára az AirPods-nak 59.990 forint. És ha szétnézünk a piacon, láthatjuk, hogy ezen az áron mozognak, vagy esetleg még drágábbak ezek a fülhallgatók. És hát tegyük hozzá azt is, és hát azt se felejtsük el, hogyha mi nekünk Apple termékünk vagy, vagyis hát iPhone-unk, az nem fog kommunikálni rendesen egy Samsunggal vagy más termékkel, tehát majd, hogy nem muszáj egy AirPods-ot vennetek, hogyha nagyon ilyen kábel nélküli fülhallgatót szeretnétek. Én személy szerint imádom, mint már mondtam, hangzása szuper, igaz, nem feltétlenül el más külső zajt, de úgy gondolom, ilyen fülhallgatóhoz képest igenis bámulatos. Számomra egy picit jobb, mint a hagyományos. Sokkal-sokkal, mondjuk úgy inkább. Persze, most mondhatnánk, hogy de, ott vannak a nagy fejhallgatók. És ezen az áron már az ember tud venni egy igazán jót is. Na igen, azonban ez számomra egyáltalán nem praktikus, nem hordozható. Illetve hát ezek a nagyobb fejhallgatók azért sérülékenyek sokkal-sokkal jobban. Személy szerint én jobban szeretem az olyan dolgokat, amik kifinomultak és letisztultak, könnyen elfér a farzsebben, retikülben vagy bármi kis helyen, ellenben a formája ezért elsőre elég viccesnek is tűnhet, vagy hát számomra az volt. Az első gondolatom a tokra az volt, hogy olyan, mint egy tampontartó, vagy fogsajem tartó, maga az AirPods pedig egy elektromos fogkefe fejéhez hasonlítható legalábbis számomra. De minden esetre, ha jobban megnézzük az AirPods-ot, láthatjuk, hogy szinte teljesen megegyezik a régi fülhallgató fejével, annyi különbséggel, hogy a szár része picit vastagabb a mikrofon miatt, és még van rajta pár szenzor. Ha már a szenzort említettem, muszáj megemlítenem, hogy tényleg szuperül funkcionál, rögtön észreveszi az AirPods, ha a fülünkbe helyezzük, valamint ha éppen ellenkezőleg kivesszük. A zene vagy épp film rögtön leáll az utolsó esetben, vagy épp rögtön csatlakoztatja az Apple termékünkhöz a fülhallgatót. Ez maximum akkor akad problémába, ha több termékhez van csatlakoztatva az AirPods-unk, és ezek egy időben is használjuk. Ilyenkor nem mindig a megfelelő eszközt fogja számunkra csatlakoztatni, azonban ha túl multifunkcionálisak vagyunk, és egyszerűen nézünk egy filmet, például az iPad-ünkön, és eközben a telefonkal internetezünk, és épp ráakadunk egy rövid kis bejátszásra, a Facebookon nem kell leállítanunk a filmet, egyszerűen az egyik AirPod az egyik eszköz hangját fogja lejátszani, a másik értelemszerűen pedig a másikét. Én majdnem minden nap használom, és talán úgy hetente, ha egyszer feltöltöm magát a tartóját, ugye maga az AirPod mindig újra töltődik, ha vissza van téve a tartójába természetesen. Na de amit mondani szerettem volna ezzel, hogy baromi sokáig bírja az akkuja, és nem kell minden nap töltenetek. Sajnos a nyáron, hát tipikus módon, olyan vivikésen, úgy jártam, hogy az egyik felét elveszítettem, vagyis az ágyon hagytam a hotelszobába, és hát a szobalány az ágyneművel el is csomagolta azt.
na de ez nem lényeges, ami viszont igen, hogy ilyenkor sem kell kétségbe esni, lehet az Apple Store-ban pótot venni, aminek ugyancsak nem olcsó az ára, de még mindig jobb, mint az egészet újra venni. Úgy emlékszem, itt ez Svájcba 79 frankba került, ami úgy durván 21 ezer forint, az itthoni árát annyira én nem tudom, és nem is találtam. Aki azonban egy AirPodson gondolkodik, ne tegyél túl hosszasan, mert sokszor egyáltalán nincs az üzletekben, így meg kell rendelni, először, majd utána vehetitek a kezetekbe. Remélem tetszett nektek ez a videó erről a kis termékről, és ha ez így van, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és a következő videómban legközelebb találkozunk. Sziasztok!